nagyon jó belső téret produkáltam, ami megadta a mérkőzésnek az alap hangját. Igaz, hogy a félidő végén a Debreceni cserével följavult a játékunk, tehát ez a mi győzelmünket még értékesebbé teszi, egy nagyon komoly kalkot szereztünk, és egy nagyon jó ellenfelet sikerült legyőznünk. Érdesem szerint nem érdemtelenül. Nagyon sok helyzetünk is volt, még az első félidőben, amíg kellett volna, hogy rárunk a másodikat, ezen voltunk, hogy nem sikerült az elsőben, ez a második gól, akkor próbáljuk meg a második félidőben. Ez nem sikerült. Nem, ugye a támadóink még azért nagyon hiányoznak is, azért remélhető, hogy még a tartsunkban van majd egy-kétszer olyan támadónk, akivel ilyenkor még tudunk majd húzni, és még a támadó játékunkat segíteni, de óriási küzdöttek a játékosok, óriási elismerés, hogy egy ilyen jó ellenfelet, és egy nagyon értékes győzelmet szereztünk a mai napról. Nagyon boldog vagyok természetesen, hogy ezt a mérkőzést milyen körülmények között is meg fogta csinálni a csapat, és igazi csapatként tudott magunkat.